Sajnálatos módon sokan nem olvassák el az egész Szentírást és csak a Bibliából bizonyos részeket emelnek ki a bővölködés gazdagsággal kapcsolatosan és azt gondolják, hogy van bővölködés evangéliuma. És és és, és, és vágják azokat a prédikátorokat, akik felhívják a figyelmet hogy a megváltásnak erre vonatkozó területére is, amire majd rá fogok mutatni konkrétan is. Tehát az, hogy igenis Isten az ő szerető embereket támogatja, és megáldja a munkájuknak az eredményét és gyümölcsét. Látjuk Ábrahámot, annak ellenére, hogy rákényszerült az Isten elhívása miatt, hogy hagyja el Mezopotámiát, úrvárosát, és egészen biztos, hogy nem olyan gazdag emberként hagyta el, mint menet közben, amilyen gazdag ember lett. És olvasuk, hogy nagyon meg, eh, megáldotta Isten Á Á Ábrahámot, szinte ahová nyúlt, mindenhol áldás jött az életére. Miért? Azért, mert Ábrahám szerette az urat és Isten igének engedelmeskedett, Isten elhívásának. Izsákról ugyanezt el lehet mondani, annak ellenére, hogy rendkívül ö, ö, rossz ö, körülmények között ö, kellett neki az életének egy részét letölteni, vagy illetve munkálkodni, mert asszály sújtotta a területet, ennek ellenére Isten megáldotta Izsáknak a magját, és hatalmas, nagy, hasznot tudott olyan területeken is elérni, amire például az ott lakó nemzetek, az etnikumok, például a filiszteusok nem tudtak elérni. És természetesen ilyenkor mi szokott lenni? Kitör az irítség, és ugye ebből származott Izsák kutyainak a betemetése. De ugyanezt el tudjuk mondani Jákobról. Jákob gyakorlatilag Ugye nyilván az ő hibájának következtében, hogy nem egy tisztességes módon szerette meg az elsőszülötti jogot, utána még megszerezte legalább még nagyobb csalással az elsőszülöttségi áldást. Ennek aztán az lett a vége, hogy hanyat homlok menekülnie kellett Ézsáúnak a gyűlölete elől, illetve gyilkossági szándéka elől, mert ha nem menekül, valószínű, hogy Ézsau megöli. De hogyan kellett menekülnie? egy bottal talán meg, ami a ruha rajta volt, és látjuk, hogy ahol Bételbe elérte az este, egy kőre helyezte le a fejét, és így aludt. És így került a lábának a házába. És a lábának a házába gyakorlatilag szolga lett, és hát mind rokon fölfogadták, annyi előnye volt, hogy esélye volt, lábának a lányaira, de azért is kőkeményen lábán megdolgoztatta Jákobot. És esze ágában nem volt lábának, hogy a, 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 unoka öcsét, ha jól mondom, a rokkonsága, ilyen víz, a rockoni, a vér kapcsolat volt, áldott emberét tegye. Ő rendkívül szörös szívű volt, fukar volt. De viszont Isten úgy gondolta, hogy a Jákobot meg fogja áldani, mert Bételbe nagyon fontos uh, ígérete volt uh, Jákobnak, hogy ha Istenem megáldasz engemet, akkor mindenből, amiből, a, 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 amit azt nekem, abból megadom neked a tizedet. Hát Ez egy nagyon fontos uh, kijelentése volt Jákobnak, mert ezzel mit ismert el Jákob, hogyha ad Isten neki tömeget, nem tekinti magát tulajdonosnak, hanem a, az Isten tekinti tulajdonosnak, és a jövedelmének a 10 -ában bármit ad Isten neki, tisztelni fogja az Istennek a tulajdon jogát. És ez, mivel, hogy Jákob megígérte Istennek, sőt, még erre követ is emel föl a szövetség kötésének, vagy a fogadalmának az emlékére, ezért Isten adott neki egy látomást, hogy hogyan fogja megáldani Lábánnak a házába. És Lábánnak a házából ugyan megszökött, az volt az utolsó igazából testi cselekedete, ezt se kellett volna neki megtennie, mert ez a Ráhelnek az életébe került igazából, és ezért a Ráhel a tragédiájáért, Ráhel is felelős, és hát sajnos Jákob is felelős. Nem véletlenül, hogy a szeretet szerelmének a, 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 a től született gyermekeire, gyermekeihez ilyen gyengét érzelmekkel, lélekkel ragaszkodott Jákob. Csodálatos történet, és nagyon életszerű, és ezért szeretem a Bibliát, mert nagyon-nagyon benne van az ember, és az embernek a nemessége is, a hibá is, és ugyanakkor az is, hogy hogyan tud ebből az ember végül is, ha szereti Isten kibontakozni, kijönni belőle, és megszerezni az Istennek a, a, békességét, kegyelmét, áldását. Na, az a lényeg, hogy Jákob is kijött áldással. Tehát nem tudom, hogy mi a probléma ezzel kapcsolatosan, hogy miért gondolják azt az emberek, hogyha Isten a teremtője az egész világnak, ő hozta létre a földet, a természetes dolgokat, aminek ugye egyértelműen az egyik szimbóluma, bár egyre inkább hiányzik belőle a fede, arany fedezet, a pénz, de mégis azért megmaradt az anyagi értékeknek a jelképe, hogy miért gondolják mindenféleképpen, hogy a pénz piszkos. A pénz lehet piszkos is, de a pénz lehet szent is. Mint ahogy a Bibliában látjuk, hogy, hogy a sok esetben a pénz szent. Miért? Mert a szív olyan az Isten felé, hogy a, ahogy az embernek az anyagi jövedelmét megáldja, megszenteli, és az ember a jövedelmét nem a bűn terjesztésére és más embertársainak a megrontására használja, hanem az Isten szolgálatára használja. És ekkor egészen más jelentőséggel bír a pénz vagy a gazdagság vagy ezzel összefüggő, és álló anyagi javak. És ezt látjuk az egész Bibliában. Ez nem szűnt meg az Ószövetségnek, ezek az igazságai nem szüntette meg az Új Szövetség.